Jelenleg összesen 5,5 millió hektár szántóföld terület van Magyarországon, ennek közel 6%-ára, megközelítőleg 350-400 ezer hektára lehet licitálni. A földet a gazdáknak programban közölte korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 165 külön helyrajzi számú szántóföld szerepel a licitálható területek listáján. Vásárolni csak földműveléssel foglalkozó magyar állampolgárok tudnak, akiknek a lakóhelyük vagy mezőgazdasági üzemközpontuk az eladásra kínált terület 20 kilométeres körzetében található. Egy gazdának a vásárlás után összesen legfeljebb 300 hektár föld területe lehet. A licitálás minden esetben nyilvános. Nyíregyházán az elsőt november 16-án tartották, első körben 6 tételre lehetett licitálni. Az érvényes ajánlattételhez előzetes regisztráció szükséges, amit aznap a helyszínen készpénzben kell kifizetni az érdeklődőknek, ez licitálási naponként 30 ezer forint. Az árverésen résztvevőknek biztosítékot is kell fizetni, ez garantálja, hogy csak komoly érdeklődők vehessenek részt a licitálásokon. A földek kikiáltási ára minden esetben a forgalmi érték plusz annak a 10%-a. Aki végül megnyeri a földet, annak beszámítják az előlegét, a többieknek 8 napon belül visszautalják a pénzt. A licitáláshoz szükséges földművelési igazolvány, valamint jogi képviselet is, elővásárlási joga van a jelenlegi haszonbérlőnek, a helyben lakó szomszédnak és földművesnek.